Az elmúlt hónapokban a válogatott hollandiai leszereplését követően rengeteg kritika ért a magyar labdarúgást. Számos elemzés látott napvilágot, de abban valamennyi egyetértett, hogy meg kell újulnia az edzői szakmának is, mivel a legkisebbektől a profikig képzett trénerekre van szükségük a futballistáknak. A Magyar Labdarúgó Szövetség az edzőképzést is igyekszik megreformálni, az új besorolás alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a C-típusú licencet szerezhetik meg a szakemberek. Mi a megyében az MLS-C képzésért vagyunk felelősek. Eddig volt MLSD, ezt átalakították. 6-8 év után egy kicsit korrekcióra szorul minden. Tehát valahol csoportosítani kell újra az irányelveket, az alapelveket és így tovább, és hát változik a futball is. Ezért volt szükség a C tanfolyamnak a kialakítására. Szigorodott a vizsgáztatási módszer, érdekesebbé vált talán egy picit a gyakorlati része, hiszen gyerekekkel kell a kollégáknak a gyakorlatokat végezniük, saját magukat is fölveszik videóra, visszajátszuk, megnézik, hogy hogyan működnek, hogyan dolgoznak ezeken a foglalkozásokon, és nagyon érdekes tanúságokkal jár ez a dolog, illetve edzésvázatot kell most már nekik készíteni, és hát mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsga az lényegesen nehezebbé vált most így az elmúlt időszakban. A jelenlegi és korábbi labdarúgók közül sokan készülnek edzői pályára, amit bizonyít, hogy az idei első tanfolyamra jelentős a túljelentkezés. Háromszoros túljelentkezés van. Most a március 6-án induló tanfolyamra is már egy évbe kettőt lehet indítani. Én azt mondom, hogy népszerű. Tehát annak örülök, hogy főleg olyan labdarúgók, akik egy jól csinálták a dolgokat a pályán, azok egyre többen jelentkeznek, hogy gyerekekkel szeretnének foglalkozni, ez nagyon jó. Ha pedagógiai érzékük is megvan hozzá, akkor ez egy nagyon jó párosítás lehet, illetve van olyan is, aki felnőttekkel szeretne foglalkozni, de a felnőtt szinthez azért a gyerekeken keresztül vezet az út. Most jelen pillanatban 73 jelentkezőnk van a 24 helyre, ami márciusban indul, ha aki nem kerül be, nem kell megijedni, mert júliusban is indul még egy tanfolyam, értelemszerűen, és aki oda sem kerül be, annak majd igaz egy kicsit később, de lesz lehetőség, tehát ebbe az évben szerintem a 80-90%-a jelentkezőknek el tudja végezni, amennyiben ő is akarja. A C-licenc megszerzése után az edzők tovább képezhetik magukat, és akiben van elhivatottság, idővel eljuthat akár a legmagasabb osztályban való munkához szükséges UEFA Pro licenc megszerzéséig is.